Kis Mihállyal beszélgetünk, hiszen már évek óta megszoktuk, hogy a felvonulást az ön gyönyörű traktorjaival indítják. Miket hozott ma ide? Hát ma hoztuk a kedvenceket. Egy 1968-as Dutrát, egy 1957-es Fendet és egy 59-es Fend Dieselt. Három traktorral szeretnénk most felvonulni. Onnan jött ez a gyűjtőszemere, hiszen ezt már nevezhetjük gyűjteménynek. Hát azt nem tudom, ezt a szüleimtől kellene megkérdezni. Valószínűleg, hogy tőlük is ezt láttam, hogy minden régi dolgot megbecsültek, elraktak, és ez valószínűleg, hogy bennem is tovább maradt, illetve még sokkal mélyebben gyökerezik, és én ezt, tehát valahol ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a jelenünk a múltba gyökerezik. És nem szabad eldobni a régi dolgokat, mert akkor is az emberek dolgoztak, keményen dolgoztak, és mégis megéltek, és boldogan éltek. És ez a kor, ez azért már most sajnos mulandó van. Karcagon se sok ilyen traktor van már, de egyébként jár az országba és különböző rendezvényekre. Ott is megcsodálják, hiszen itt is mindig vannak a gyerekek is, felnőttek is, akik megnézik és kérdezgetik. Hát igen, hál' Istennek elég sok helyre eljutunk, bár az idő ez elég, sokszor elég szűkös. Holnap is mennem kellene, de holnap más programunk van. A traktorjainkat megpróbáljuk
a lehető legnagyobb szakmai odafigyelése, tehát szeretnénk az eredeti gyári állapotba visszahozni, hogy az utókor majd meg tudja nézni, hogy 50 vagy 100 esetleg 100 évvel ezelőtt, hogy milyen gépekkel dolgoztak az emberek. Az egyik fendünket szeretném úti minősítő vizsgára vinni. Nagyon nehéz bejutni is, de ha minden igaz, szeptember 20-án tudnak fogadni, kaptunk egy időpontot, és nagyon, nagyon várom ezt, hogy mit fognak hozzászólni a szakértő szemek. Egyébként biztos, hogy érdekes látvány lehet az udvaron, amikor megáll mellettük mondjuk egy új John Deere-ral. Ez milyen érzés ilyenkor? Hát igen, nálunk nagy a kontraszt, mert az 57-es fend a legöregebb, viszont van egy 5 éves fendünk is. És mikor egymás mellett van, amikor úgy hozza a hely, vagy egymás mellé állunk, és akkor azért úgy, mikor elmennek a kollégánk is, van egy pár percem, és akkor úgy végignézek ezen is, meg azon is, és akkor elgondolkoztató, hogy 50-60 év alatt, hogy milyen óriási fejlődésen ment át a technika. Hihetetlen érzés egyébként, viszont nagyon jó érzés látni. Így, hogy hallgatom, nekem az az érzésem, hogy bár imádja a 21. technikát, a mostani modern technikát és a fedélzeti komputeres gépeket, de szerintem szíves szerint inkább ebbe ül be most szívesebben. Hát, nem, tehát tudomások venni, hogy a mai kor kihívásai, a klímaváltozás, tehát olyan korszerű eszközöket kíván, amivel talán még tudunk termelni és gazdaságosan termelni, ez már nem menne ezekkel a gépekkel. Viszont ha ebbe belülök, vagy erre ráülök, akkor visszamegyek az időbe. Tudok úgymond visszamenni az időbe, és átérezni azt, amit akkor talán átérezhettek az emberek. Én is itt a szívére gondoltam, hogy a szíve inkább ide húzna. Igen. Más világ volt, teljesen más világ volt, viszont az idő keményen ketyeg, és a kor kihívásainak meg kell felelni, mert másképp elmaradunk és lemaradunk. Hát most nem maradunk le, hiszen nem fogja majd indítani itt a rendőrségi autó utána a mezőn. Én azt kívánom, hogy még sokáig láthassuk itt, nem csak itt, hanem az országban sok helyen ezeket a csodákat. Nagyon szépen köszönöm, és minden kedves nézelődőnek, látogatók, nagyon jó szórakozás és jó időt kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönjük. Az első kenyeret és az első üvegbort. Köszönöm szépen. Közben nem annyit állnak. Köszönöm szépen.
Thank you.
Thank you.